Nos, hát kedves testvérek, akik bírjátok még, én megmondom őszintén, hogy egyre jobban. De hát ez így szokott lenni, és azért lenne nagyon fontos, ami most történik, mert nem szeretnék ezzel a lelkesültséggel rátelepedni a jelenlévőkre. Tehát ugye a feleségem is sokszor nem, de voltak alkalmak, ahol az első sorban ült, és hát megmondom őszintén, hogy nem is nagyon jutott az eszembe, hogy megszólítsam. És nagyon megítélt az Isten, mert amit én itt el tudok mondani, nála nélkül ez nem születhetett volna meg. Ez tényleg nagyon őszintén és komolyan mondom. Nem értem én se, nem tudom, az Isten ezt így csinálta. Ő is valami ilyeneket mond. Az is benne van már az imánkban, hogy úgy szeretnénk, hogyha együtt halnánk meg. Ez nem szokott ugye olyan derűs dolog lenni. Na de hát valamit mégiscsak kifejez. És hát láttátok, hogy mennyire más személyiségek vagyunk, és ezt erről a másságról nagyon-nagyon sokat tanít, beszél a Biblia, az Új Szövetség különösképpen, hiszen közösséget, olyan közösséget akar a keresztényekből Jézus építeni, akikkel, hát abban reménykedünk, így mondom most, hogy nem az fog történni, ami a zsidósággal. Beleértve azokat a zsidó testvéreinket, akik megismerhették a Jézus Krisztus, és én a római levél alapján úgy ismerem, hogy az ő megtérésüknek a záloga a pogányokból keresztényé lettek szeretet gyakorlásában van. Nem tudom, hogy ki hogyan áll ezzel, és hogyan gondolkodott ezen, de hogyha az Isten választott népére gondolunk, amit az áldásokat Isten nem vett vissza, tehát azokon is rajta van, akik már régen elhagyták az ősi hitet, tehát ezt a halott vallást sem gyakorolják, de az, hogy a világ mennyire szereti az Isten választott népét, az arról szól a keresztények részéről is, hogy mennyire szeretjük az Atyát, a Teremtőt, aki bölcsen úgy rendezte, hogy valakiken keresztül be kell neki mutatkoznia, mert Ádám nem ismerte, Éva sem ismerte. Éva ugye milyen különös, azt találja mondani, hogy Jahve Elohim. A Jahve az Urat jelent, az Elohim pedig Isten, istenségek kifejezés. Látjuk a különbséget. Az Uram egy viszonylatot fejez ki. Hát Úr, ugye az azt jelenti, hogy valaki, akinek van fölöttem, van hatalma, van tudása, minden tudása van, és hozzá viszonyulhatok. És akkor itt a szünetben volt egy nagyon fontos fölvetés, meg végül is ugye odáig tudtunk ma este, hogy itt csupa ellentmondások jönnek elő, mindenről lehet, minden fáról, de hát ha eszik, meg fog halni, tehát jobb lenne, ha nem enne. Akkor most mit csináljon? Ugye a Judit azt mondta, hogy hát tette a dolgát, ott volt a kert, Isten ugye nem mondta, hogy mit csináljon, de hát az élet élni akar, meg kellett ismerni, állatok jöttek, zűrzavar támad, ha az emberben nem alakul ki a fogalomalkotás, nyelvet alkotott, az ő nyelve nem azonos az Isten nyelvével. Egyszer nem látom, hogy azt írja a kommentár, vagyis a Szentíró, hogy Ádám megkérdezte, Uram, jó az a név, amit én adtam annak a derék elefántnak? Tudjátok, hogy milyen dráma ez? Lemegy Isten, lássa, minek nevezte az ember az állatot. Az, ahogy lássa, bevonta az ember. Közösen.
Nem. És ezt Isten engedte. Ez még nem bűn. De szép lassan távolodás Istentől. És tudjátok, most nem tudom részletesen elmondani, de amikor az az asszony, akit a férfiből kivesz, minden vonatkozásban azonos a férfivel, a nemi különbségek és az ahhoz hozzátartozó idegrendszer és egyéb adottságok a gyermekszülés terve miatt értelemszerűen különbözőek, ezt az asszonyt Isten oda vezeti, oda viszi a férje elé. Kérdem én itt mindenkitől, milyen lehet, ha bennünket az Isten visz? Hogy élheti meg ezt az ember? Milyen élménye lehet az, ha valakit az Isten visz? Azon helyzet, hogy a jelen lévő összes hölgy születésénél fogva tudja. Csak nem beszél róla. Mert az asszonyt oda vezette, honnan tudjuk meg, hogy milyen? Énok Istennel járt. Milyen Istennel járni? Hát erre szoktunk énekelni. Jó. Jó. Mit mondott? Legyen, lett, látta, jó. Ez az alaplogika. Legyen világosság. Látta, megvizsgálta, az előbb láttuk a háromszöget. És milyen következtetést vont le? Hogy jó. A látta meg a jó között történt valami, egy összevetés, egyezik azzal, amit én kigondoltam. Hogyan gondolkodik az ember? Ugyanígy. Ugyanígy gondolkodik. Valamit kigondolok, előre jónak tartok, véghez viszem, és utána megnézhetem, hogy mi lesz az eredménye, és mit fogok rá mondani. Ugye, hogy magunkba suttogjuk, hogy jó. De a suttogás már árulkodik. Nem kitörő öröm. A felségemnek van egy régi mondása, ez van, ezt kell szeretni. És ez az ez van, tudjátok mi? Az, amit Isten nem mondott el senkinek, talán csak magának, nem jó az embernek egyedül. Nem jó az embernek egyedül. Alkotok hozzáillő segítőtársat, és formált a föld porából állatokat. Ön az volt a terve, hogy az embernek állat társat adjon. Az első könyvben nem azt olvassuk, hogy az Isten képmására teremtsünk embert, tehát a képmásunkra férfivá és nővé. Hol tartunk a 21. században? LMBTQ. Q. Ki gondolta az ember? Végre is hajtotta, és azt fogja magának mondani, hogy hatékony vagyok, sikeres vagyok. A menedzsereket így tanítják. Tréningeken mi is csináltuk. Nem láttuk. Legalább 20 év kellett, mire újra eszmélni kellett, hogy meg kell újra térni az egészből. Minden szakmából meg kéne térni. Hát ez a nyugat alkonya. Nem tudom, hogy mennyire olvashatóak a vak, olvasom. És ezért annyi világ van, ahány éber lény, és ahány raja a lényeknek, kik bensőleg átérzett harmóniában élnek, és az állítólag egyetlen önálló és örök világ, melyről mindenki azt hiszi, hogy a többiekével közös, mindegyikőjük létezésében mindig új,
egyszeri és soha meg nem ismétlődő élmény. Hát én nem igényelném, hogy most ezt feltétlen mindenki, de hát ez egy nagyon komoly könyv, a Nyugat alkonya, Edward Spengler, mostanában nagyon sokat többen is idézik. Hát nem csak idézzük, hanem éljük. Ő egy profétikus író volt, óriási tudása, 20-as években írta ezeket a sorokat. Megint csak nem mondanám, hogy ezzel töltsék az éjszakájukat, de mindenképpen ide kívánkozik, hogy még egy ilyen profétikus közember író, aki ilyen sorokat leírt, hogy mennyire magányos az ember, miközben azt gondolja, hogy a világ, amiben beleszületett, mindenkinek ugyanaz. Nem lennének háborúk, ugye, hogyha ez így lenne. Elég csak ugye a ma este házaspári beszélgetésünkre gondolni, hogy mennyire különbözőek vagyunk, és hol lesz itt a harmónia és az összhang. Akkor egy ilyen ember vajon szereti az Istent? És akkor tegyük fel a kérdést, szereti önmagát? És szereti az embertársait? Mit csináljon az összes művés, ha azt kapja, hogy ő benne ez van, és ezt kell elmondania? Én azt hiszem, hogy akkor az igazságot, igazság felé tekint, és hogyha ez így van, akkor meg is fogja találni. Menjünk tovább. Nem, ez visszafelé volt. Hogy nem megy ez előre. Ja, tartottunk. Te. És az adás. Nem esett még arról szó, hogy az Isten miért teremtett. Mi értelme volt a teremtésnek? És tudjátok, hogyha csak ma este ezt az egyetlen szót, hogy adni, adta, az ő egyszülött fiát adta, azért, mert az emberbe lehelt lelkét az Istennek Ádám és Éva elvesztették, és kétségtelen, hogy séta Ábel után született gyermek megszületését követően kezdenek valahogy Isten felé közeledni. A feleség már Jahvénak szólítja, és nem Elohimnak, amit a sátán mond. A sátánnak Elohim. Ő nem tege, ő számára nem az a személyes, szeretetteli személy. Tehát az első pillanattól jelen van a gonosz a világban, ezért volt szükséges azt mondani a Istennek, hogy a kert annak arról a fájáról, a jó és a gonosz tudásának fájáról ne egyél. Nem véletlen a tudás. Ez nem a, általában az ismereteket jelenti, hanem a jó és a rossznak a megkülönböztetési képességét. Be kell látnunk, hogy ha létezik Isten, és ő mindenható, mindentudó, minden hatalom az ő kezében van, ő teremtett, akkor az a tudás, ami nála van, az nincs, nem lehet az embernél, ha csak az ő lelke nem él az emberbe. Ugye a korintusi levélben olvassuk, hogy Jézus Krisztus bölcsességét kaptátok. Tehát Krisztusban az Atya minden tudása a hívő emberbe benne van. Csak testvérek, az a probléma, hogy magamat is kezdve nem veszem igénybe. Hát nem kérdezem folyamatosan, hát milyen lenne felnőtt ember áll meg 75 éves, állandóan kérdezzem. És azt akkor mondanám, hogy ez egy nagyon megalázó dolog. Holott Isten nem megalázni akar, hanem felemelni. Kinyitni ezt a kincses látát. Tehát a szívünk. Szívet mond, lelket mond, és elmét mond a nagy parancsolatba. Vajon ezt a három dolgot miért kell így külön említeni? A szív a döntési központ, jó vagy rossz, az ott dől el. Honnan tudom? Hiszem, ha látom, mondja Tamás, vagy amit Ádám értelmezéséről most Judittól hallottunk. Nincs bizalom. Ha a látásra van szükségem ahhoz, hogy bízzak, akkor nincs hit.
akkor aki mondta, hogy meghalsz, ha eszel róla, azt én nem hiszem. Nem is fogok vele foglalkozni. Ne foglalkozzatok olyan ígéretekkel, amelyekbe fenyegetések, veszélyek és egyebek vannak. Mondja a kísértő. Hát nem ezt mondta? Dehogy haltok meg. Hát dehogy haltok meg. Hát itt vagyok én. Tapasztalatból mondom, nem? Hát nézd rám. Egy állat beszél. Aki felett az Isten azt mondta, hogy uralkodj asszonynak is. Hát ez hogy lehet? Hát, mert valami hiányzik. Oda vezette az Isten jóságából a nem jó állapotban lévő férfihez. Mitől lett volna jó, jobb Ádámnak? Hát az állatokat hajkurásza, hogy melyik lesz a felesége. Bocsánat, hogy ilyen indulattal mondom. Hát aztán majd nézzük meg a törvénybe, hogy mivel bünteti Isten, ha átlépi a határt. Nem csak a medve emberre történik, hogy megeszi a medve. 13 éven keresztül járt ki egy fiatal ember, a grizzliket meg akarta menteni. És így beszélget velük 2 méterről, 1 méterről, és veszi a videóval. És amikor kiviszi a társát 13. évben, időben későbbre érkeznek, mindenki, az indiánok mondták, 5000 éve senki át nem lépette ezt a határt. Hát hogyan gondolod? Tudják, mit mond a medvének? Szeretlek. Szeretlek. Szeretlek a rókának is. Hát erre mindenki azt mondja, hogy elmebeteg. És képzeljék el, ez a szeretet, ami ebbe a fiatal emberbe volt, imádkozott Buddhához, imádkozott Jézus Krisztushoz, hogy a medvének legyen eső, és hogy legyen hal, meg minden, hogy táplálkozzon. De amikor a kislányt oda vitte, lehet látni a filmen, hogy fél. A szeretet és a félelem. A teljes szeretet kiűzi a félelmet. Ketten vannak. És megtámadja őket a medve, a fiú kiáltja, hogy menekülj, de a lány nem hagyja ott, és együtt halnak meg. Oda vitte Ádám elé. Hát nem tudom, hölgyek, asszonyok, fiatal lányok, mit szólnak akkor, hogy egy fiú, egy férfi, ez már igen. Ez teljesen olyan, mint én. Hát annyira olyan, hogy belőlem való. Hát csak az lehet a jó, ami belőlem való. És az a helyzet, hogy ez tény és való, mert az ember emberhez való. Tehát van ebbe igazság, de hol az Isten? Az Isten tudják, miben van? Vétetett. Azt mondja, asszony ember legyen a neve, mert férfi emberből vétetett. Ez egy ige. Valaki, vagy valami kivette belőle. Hát nem Ádám operálta ki magából. Vajon milyen, mondanánk mai terminológiával, önbecsülése lehetett ezek után az asszonynak? Hát nézzék, én nagyon föltűnt, nem tudom, még Juditot nem kérdeztem, ő szeret hallgatni, elárultam, és az a helyzet, hogy az asszonytól semmiféle reakciót nem látunk, se azt, hogy beszélne, se azt, hogy a nyakába ugrana. Miért? Hát miért? Hát egy minden ízében, porcikájában derék fiatal ember. Hát ilyen vonzó fiút én még életem, hát nem is láthatott, ugye? Tehát, jaj, de izgalmas. Nem is egészen olyan, mint én vagyok. Ez elég nyilvánvaló. Hát akkor milyen lehetett az asszonynak
az ön szeretete. A szeretet viszonyfogalom. Azt mondtuk, hogy Isten adott. Isten mit adott? A tökéletest és a jót, a lelkét és a fiát. És azt mondja, hogy szeressétek egymást. Mi mit tudunk adni? Feltette már valaki a kérdést magának. Mit tudunk adni, amiből a másik, a mi szeretetünket megélhetni? A miénket megéli, csak az Istenét nem biztos. Hát ajándékokat, az értékeinket. Merjem megkérdezni? Tőlem? Igen. Hát az ölelést. Igen. És az mi? Az ölelés, a megosztás és adás. Aha. Adás. Ez jó. Érdekes szociálpszichológiai könyv jut eszembe, mondtam, hogy ilyesmiről nem fog beszélni. Fiatal hölgyek a repülőtéren szívesen ölelgetnek idős urakat. Ez egy megfigyelés. A szorongást oldja. Ezt már mérni is lehet. Tehát, hogy az ölelés, a félelmet, a szorongást, szorongásom meggyőződésem az Isten hiány, tehát Isten félelem igazából. A pszichológusok azt mondják, hogy nincs tárgya, nem lehet megmondani, hogy mitől van az állapot fiziológiai leírható, de megfoghatatlan, nem lehet igazából az okát meghatározni, hogy mitől szorong. A félelem az konkrét, ott meg lehet mondani, hogy ettől, vagy attól, vagy amattól fél az illető. Hát itt megint túltengenék, úgy látom. Tehát az Isten miért is alkotott? Azért, mert a szeretetet az adással adni valakinek, aki nem én vagyok. Ez az értelme az egésznek. És hogyha ugye a nagy parancsolatra gondolunk, illetőleg a jánosi igére, az örök, ugye, hogy örök élete legyen, hogy el ne vesszen, hanem örök élete legyen, akkor egy olyan jövőképet fest elénk az Isten, amiben ez a fajta önmagunkat odaadás, és akkor még visszatérek, hogy mit tudunk mi adni, az általánossá válik. Csak hogy a Földön az ember semmi más nem tud adni Istennek, Istennek kezdődik az adás, ugye, mert a szeretet forrása ő, mint az, amivel ő önmagát azonosnak tartja, az pedig tulajdonképpen a bűn fogságában levő ember. A bűnös gondolatok, a bűnös szándékok, a bűnös érzelmek, a bűnös vágyak, a bűnös indulatok. Most gondoljuk át, hogy hát én nem tartom ezeket annak. És amíg te nem tartod annak, addig nem is adod. És akkor már nagyon távol maradunk attól az élménytől, amit Isten elsőre az asszonyoknak adott. A férfinek látjuk, mit adott. Érzékeket is adott, és igét adott. Az Isten igéjét. Hogy a kertben nem a fák, meg a kígyó, meg nem tudom mi a fontos, hanem az a beszéd, ami ott elhangzott. Ebből a beszédből, a tilalomra vonatkozóval nem foglalkozik Ádám. Miért nem foglalkozik? Azért nem foglalkozik, mert nem megfogható. Mi az, hogy jó, mi az, hogy rossz? Ez nem olyan, hogy beleharapok. Hát ez csak a megtapasztalás által fogom megismerni. De a csúcs az a halál. Hát nem is volt halál. És Isten nem tervezte, hogy lesz halál. Ugye mi lett volna, ha Ádám foglalkozik ezzel az igével? Akkor ezzel fogadja a feleségét. Ahogy beszéltem róla, ha tudok igét mondani, vagy igei gondolatot, a feleségem nagyon éber, a szívével érzi,
hogy ez tiszta, ez egyenes, vagy nem. Emlékezzenek a megtérésünkre. Ő pontosan érezte, hogy ezt nem a Sanyi mondja, ezt valaki más. Hát próbáljuk meg a lehetetlent. Jézus azt mondja, hogy kérjünk lehetetlent és nagy dolgokat tőle. Mi ezt tudtuk most elmondani, talán még zárszóra Juditva is van gondolat. Hát az a gondolatom, hogy nem véletlenül írtak fel az első képen, hogy Isten teremtette a világot, és azt mondta, hogy legyen világosság. És ezt a világosságot, hogy mi ne csak a magunk is szintjén, az emberi szinten tájékozódjunk és gondolkodjunk, ehhez van szükség a világosságra. És ez egy lelki világosság. Ez nem fogható meg kézzel, és nem csinálható. Mostanában olvastam újból a Tolstojnak annak a Reninaját, és ott az egyik szereplő lát egy fiatal hölgyet egy ilyen üdülőhelyen, aki mindenkinek segít, vigyáz a gyerekekre, tologatja a tolókocsit, ahol kell, beadja a gyógyszert, oda megy. Ez mindezt csak úgy csinálja, nem ez a, hogy mondjam, foglalkozása, nem ápolónő. Ő csak ott az üdülők között egy fiatal hölgy, akinek a viselkedése feltűnik az egyik szereplőnek, és akkor ez a Kitty nevű szereplő, ha valaki mostanában olvasta, akkor emlékszik rá, hogy őt nagyon megragadja ez, és akkor elkezdi csinálni. És akkor egyszer csak ráébred erre, hogy ezt nem lehet csinálni. Ezt csinálni nem lehet. Ha az Isten szent lelke nem indítja, akkor az egy erőltetett menet lesz. De hogy az Isten megadja, ha tényleg szívvel felé fordul, és ahogy akit látott, az szívvel az Istenhez fordult, az Jézushoz fordult, mert a kegyelmet érezte és gyakorolta. Tehát maga is átérte a kegyelmet. És ez a szereplő egyszer csak ráébredt, hogy ezt nem lehet csinálni. Ezt nem csinálni nem lehet. Ennek valami egészen más az útja. Jó. Ja, út, hát Jézus Krisztus és a hozzávaló fordulás, kérni, ugye zörgetni, hogy biztad bennünket. És azt hiszem, hogy ezzel a mai estét be is fejezhetjük, hogy röviden imádkozzunk még. Ha testvérekben is van ima, örülnénk, hogyha kiki néhány mondatba hangosan is imádkozna. A hangos ima azért nagyon fontos, mert halljuk, amit mondunk, sokkal megfoghatóbbak a gondolataink, és a léleknek nagyobb lehetősége van korrigálni. Azonnal észrevesszük, hogy milyen gondolatok jelennek meg a szavakon keresztül. Ha nem mondjuk ki, akkor sokkal nehezebb. Ez most ne jelentse senkinek se az, hogy most itt presszionálva van, hogy hangosan, csak ajánlom a egyéni csendességekben is hangos imát. Nagyon nagy áldás van rajta. Egyedül vagyunk, és szépen magunkba mindent, ami bennünk van, elmondunk az Úr Jézusnak. Csendesedjünk el, és legyen úgy, ahogy ő akarja, az ima is.
Úr Jézus, hálát adunk neked azért, hogy te gyújtasz világosságot a mi szívünkbe, a mi lelkünkbe, a mi értelmünkben, hogy meglássunk tégedet, hogy te mit tettél értünk bűnösökért, hogy te már akkor szerettél bennünket, amikor mi még nem is ismertünk téged, és nem is figyeltünk te rád, és hogy a legtöbb ember úgy él, hogy nem is gondolja, hogy az esőt te adod gonoszoknak és jóknak egyaránt, és hogy a te kegyelmed még várakozik, még várod, hogy sok ember megtérjen. Könyörüljél rajtunk, Uram, hogy hordozzuk őket, és hordozzuk magunkat is, hogy minden nap úgy kezdjük, hogy te veled akarunk járni, és hogy a szeretteink, a barátaink, az ismerőseink, és aztán egyre több ember megismerjen téged, és téged kövessen, hogy próbáljunk mi is adni, de azt, amit által te vezethess bennünket, és köszönjük, hogyha a lelkünk örvendezhet, köszönjük, hogyha így ezt az örvendező boldog állapotot átélhetjük veled. Így kérünk, hogy add meg, hogy ez a hét sokak számára ilyen örvendező hét legyen itt a gyülekezetben. Amen. Amen. Urunk, köszönjük neked ezt a elkészített alkalmat ezen az estén, itt az erdő szélén, ebben a csendben és ebben a homba. Köszönjük, Urunk, az ölelő karjaidat, hogy sok mindent hallottunk, sok mindenről tanítottál, talán felfogni sem tudjuk, követni sem tudjuk, mint a csecsemő, aki hallja az édesanyja kedves szavait és a környezet örömét, és még dadogni se tud, még ügyögni se tud. Talán így vagyunk itt, Urunk, a te hatalmas dolgaid sejtésében és némi tudásával. Magasztalunk azért, hogy egy biztos, hogy jó veled lenni. És te ezt újra és újra megadod a mi szívünkbe, hogy mi a jó. Talán valami közünk lehet ahhoz, amit annak idején te élhettél, amikor ez az első család, akik szívfájdalmat okoztak, mert egyre távolabb kerültek, és aztán végleg elhagytak téged. Egyszer csak egy olyan gyermeket szültek, Éva egy olyan fiúnak adott életet, aki teljes szívével, lelkével a tiéd volt. El nem tudjuk képzelni, Urunk, hogy ez hogyan történhetett, hiszen minden bizonnyal a szülők olyan igaz és helyes, jó bizonyságtételt rólad alig adhattak. De te kegyelmes voltál a fiúval is, és ővelük is, hiszen még a halála árán is beszéltél a jövőről, hogy merre van az előre, honnan tudható meg az élethez szükséges minden lényeges tudás. Köszönjük, hogy ez nálad van, Urunk, és te annak adod, aki, akinek akarod, pontosan azért, mert pontosan tudod, hogy mikor, mennyi, kinek és mire szükséges. Köszönjük, hogy Jézus Krisztusban odaadtad ezt a tudást. Bocsásd, Urunk, meg, hogy nem szüntelenül vele, belőled együtt élünk, hanem járjuk a magunk Jákobi útját. Köszönjük ezt a estét, közösséget, hogy lelkileg megmelegedhettünk, a szívünkben a fagyottság oldódik. Köszönjük, Urunk, hogy gyógyítasz, ahogy az énekekben is hallhattuk,
és nagy reménységgel lehetünk itt mindannyian, hogy valóban olyan jövőt készítesz, amit mi nem is sejtünk. Hiába háború, hiába Covid, hiába gazdasági csőd, bármi. Olyan bizonyosságot adsz a jelen való létedbe, ami nem csak a mi szíveinket, hanem az egész közösséget is, minden hozzánk közel álló embert megérinthet. Erre kérünk, hogy erősíts és győzz meg bennünket, Urunk, hogy a szívünk gonoszságait végleg letegyük. Te mutasd meg, Urunk, hogy mik ezek, és hadd lehessünk tőle ezektől teljesen szabadok. Köszönjük, hogy meghallgatsz, az Úr Jézus nevében kérünk. Áld meg az éjszakánkat, pihenésünket és álmunkban is adj nekünk, kérünk. Szerinted való. Amen.